Itt egy olyan géppel is vetettek ezen a bemutatón, aminek a nevében is benne van a sebesség, a gyorsaság. Ez a gépnek a legfontosabb tulajdonsága, hogy nagy sebességű vetésre is képes, és ugye ez az egyik legfontosabb tulajdonság, a másik pedig az igen pontos mélységtartás, nagy sebesség mellett is pontos mélységtartás. Ezt a technológiát, technikát powershoot technológiának hívjuk. Nagy nyomású levegővel történik a gépnek a működése, ami azt jelenti, hogy 18 km-es sebesség mellett 28 mag halad át a magvezető csövön másodpercenként, úgy, hogy mindig csak egyetlen egy mag tartózkodik a magvezető csőben. Ez azt jelenti, hogy rendkívül nagy sebességű vetésnél is megmarad a gépnek a pontossága. Ez kukoricában akár 20 vagy valamivel 20 km fölötti sebességet is jelent. Napraforgónál 14,5-15 km az a maximum sebesség, amit javasolunk a gépnek. Mekkora területet lehet bevetni egy ilyen hadsoros géppel? Egy hadsoros géppel egy műszakban 40 hektár területet legalább el lehet vetni. Itt természetesen a domborzattól és a talajtól, talajelőkészítéstől függően.